Egy kis utazás következik, nem is olyan kicsi, hiszen ez azt gondolom, hogy sokak számára szinte elképzelhetetlen, hogy eljussanak a Húsvét-szigetekre. Nos, Sipos Lászlónak volt egy hatalmas álma, és meg is valósította, most pedig szeretettel köszöntöm itt a Weekend stúdiójában. Jó estét! Jó estét! Hát azt hiszem, hogy azért mindenképpen egy ekkora utazást ugye megelőz egy hatalmas tervezés is, és úgy nem csak egy egyszerű turistaként, hanem fotósként mindenképpen tudtad, hogy neked ide egyszer el kell jutni. Mikor fogalmazódott meg először ez a gondolat benned? De ez még gyermekkoromban, ugyanis valahogy akkor találkoztam a Húsvét-szigetek rejtélyével, titkaival, azokkal az ősi sziklaszobrokkal, amelyek az egész világot foglalkoztatják, és végül is most tudtam úgy megszervezni, hogy nem csak mint fotós, hanem talán inkább mint műemlékvédő jutottam el ide, mert a párizsi székhelyű ICOMOS-nak vagyok a tagja, és tulajdonképpen sok szempontból köszönettel tartozom nekik, hiszen az ő igazolványukkal olyan ásatási területekre, vagy régészeti zónákba is bejutok, ahova egyébként átlag turistaként talán nem tehetném meg. Egyébként ez hanyadik ilyen jellegű utazásod, ahol fotókat is készítettél? Hát én ezt nem számolom, tehát annyit tudok, hogy az ünnepi könyvhétre fog megjelenni a 17. fotóalbumom, az éppen Persepolisról. Igazából nem számolom, mert én azt mondom, hogy a legkisebb út is értékes, hogyha az ember azt értékessé teszi, ha valami olyat lát, vagy olyat fedez föl, és olyat ad tovább, ami értéket őriz. És hát egy nagyon nagy utazás is lehet, hogy úgy mondjam, némiképpen csalódás, de hát hangsúlyozom, hogy ez nem volt csalódás, ez egy nagyon izgalmas utazás volt. Én is így gondolom. Az, ami egyébként azt gondolom, hogy több millió ember számára egy nagyon nagy rejtély, vagy mindenképpen egy nagy misztérium, azért azt nagyon kevesen, annak ellenére, hogy kedvelt úti cél, talán mondjuk az én ismerőseim körében nem is tudom, hogy volt-e valaki, aki ezt így élőben megtapasztalta, most itt a nézők láthatják is a felvételeket. Mit élt meg, amikor ott voltál, és láttad azt, amit már gyerekkorod óta tulajdonképpen áhítoztál megpillantani? Hát ez egy nagy találkozás, mert az ember mindig elképzeli, mindig van valamiféle prekoncepció, előzetes vélemény, előzetes várakozás. Hát egyrészt számomra egy óriási meglepetés volt, hogy lényegesen több moai van, mint amint az ember gondolna. Egyébként pontosan 887 van, és hát ezek jelentős része most már a régészeti föltárások alapján újra állnak. Tudni kell, hogy ezek a 12. századtól az 1600-as évek elejéig emeltettek, és aztán a törzsi villongások során ezeket ledöntötték. Tehát az 1860-as években már egyetlen egy sem állt közülük, és csupán az elmúlt évszázad második felébe kezdték ezeket, leginkább Thor-Heyerdahl működése okán újra fölállítani és megkutatni régészetileg ezeknek a körzeteit. Tehát most már azért jelentős részük áll, nagyon-nagyon védettek ezek a szobrok, tehát nem szabad őket megérinteni, nem lehet velük turistaként fotózkodni, csak hát bizonyos szelfizgetni, így van, tehát a japánoktól erősen védettek őket, de ennek a szigetnek nagyon-nagyon pici az idegenforgalma is. Tehát egy 5 órás repülőút Santiago de Chile-ből, az chilei fővárosból, és nem túl nagy gépek közlekednek, naponta egy járat pár van, tehát igazából védik, óvják ezt a világörökség részévé, és nemzeti parkká nyilvánított aprócska szigetet. Minden szobrot sikerült lefotóznod? Vagy? Hát nem. Mert azért ez egy nagyon nagy 87 munka lett volna. Előadásokat tartottam már, ott fotókon 99 jött pontosan össze, de igyekeztem különböző típusokból válogatni, meg van, amikor 15 áll egymás mellett, például Tonga Harikin, tehát nem is volt célom, ráadásul a szobrok egy része az egy kőbányában található, félig elkészülve, Ranorarakun, ahol a vulkáni tufában faragták ki ezeket a szobrokat, és egy speciális módszerrel, egy Pavel nevű csehszlovák
régész kísérlet alapján jöttek rá, hogy hogyan vitték el éjszaka leple alatt ezeket a szobrokat, mint hogy a szekrényeket szokták sarokról sarokra billegtetni azokra a helyekre, ahol fölállították őket. Roppant izgalmas, de sajnos elfogyott az időnk. Mikor adsz elő legközelebb, amikor vetítéssel egybekötött ilyen úti élményeidet hallhatják a nézők? Hát a Városmajori Művődési Házban már a Húsvétszigetről meséltem, Debrecenben lesz majd októberben, a Dabszékházban, aztán Révkomáromban, és hát van egy bécsi felkérés is. Nyíregyházán a Persepolis album kapcsán lesz majd egy kiállítás a Városmajori Művelődési Házban, és akkor utána pedig a Titokzatos Perzsia címmel lesz egy előadás, de az egy korábbi utazásomnak a fotóanyagát dolgozza föl. És a legközelebbi út hová visz? A legközelebbi út Erdély, minden évben legalább egy hetet Erdélyben töltök, és most ismét Erdély fog következni, mert számomra az egy kincses bánya. Megunhatatlan. Így van. Hát Laci, jó utat kívánok, és köszönjük szépen, hogy ezeket a csodákat velünk is megosztottad itt a Kölcsei Televízióban. Köszönöm.